chocolate. Volt egyszer egy csendes kisfalu Franciaországban. A falunakból hittek a tranquilitében. A nyugalomban. Ebben a faluban élnél, akkor tudnád, mit várnak tőled. Tudnád a helyed a dolgok rendjében. És ha elfelednéd, lenne, aki emlékeztessen. Lassan beköszöntöm anyját. Ez az önmegtartóztatás ideje. És az elnökedésé is, remélem. De mindenek felett legyen ez számunkra az őszinte bűnbánat ideje. Itt az idő, hogy számot adjunk önmagukra. Ha ebben a faluban olyasmit láttál, amit nem illett, megtanultad elfordítani a fejed. Krisztus ideje. Ő tudja, mint többet. Ha csalódtál reményeidre, megtanultál nem vágni többet. Tudja, mit kell megbocsátani. De hát most, úrunk 1959. esztendejében. Így jó és rossz időben, éjségben, bőségben, a falu lakói ragaszkodtak a domenyeikhoz. Így nem egy téli napon, szeszélyes széltámok hisz. Hol van ezt a lassan? Hol kezdjük keresni? Maguk meg ki? Nos, a tékműhely miatt jöttünk, hogy kibéreljük. És fölötte a lakást is. Honnét jöttek? Hát éltünk Andalúziában egy kicsit, és lássuk csak. Előtte Bécsben, és azelőtt... Azelőtt... Bambiában. Pantoflő utált ott élni. Pantoflő egy kenguru. De nem ugrál. Beteg a lába. Háborús sérülés. Őrizzék meg ugyanilyen jó állapotban. Milyen kedves kisváros. Nem gondolod, mama? Nővárosai. Mama, Pantifő tudni akarja, meddig maradunk itt. Ó, mondd neki, hogy ne aggódjon. Betetés! Na, mit meséljek? Pantoful a negyed meséjét akarja. Ma inkább nem, Anuska. Mindig ezt mondod. Mesélj!
mesélj a nagyiról és a papáról. Ma nem. Inkább a királylány és a kalózokat. Na jó. Tüzelésed készülj! Mindenki a fedélzetre! Szélod, kép, tűz! Bocsánat a betolakodásért. Örvendek. Elnézést, uram. Kalóztámadás. Mi a neved? Anuk. És az öné? Reynó grófja vagyok, szolgálatára. Igazi gróf? Mit mondta Krisztó grófja? Ő nem volt igazi. És minek köszönhetjük a látogatását? Nos, Laszke népolgármestereként köszöntöm a közösségben, és szeretném meghívni a vasárnapi istentiszteletre. Kedves öntől, bár mi nem járunk templomba. De jó, hogy itt a templom. Majd élvezhetjük a harangszót. A harang célja nem a szórakoztatás, asszonyom. Fenkölt hangja misére szólítja a híveket. Kisasszony. Hogyan kérem? Kisasszony, nem vagyok férnél. De hívjon csak Viánnak. Remélem, betér hozzánk, ha majd megnyílik a bolt. Igen. Nos, pékséget nyitni a nagybőjt ideje alatt nem túlzottan szerencsés. Ó, de hát ez nem pékség lesz. Hát akkor mi készül? Meglepetés. Kedvesen tudod benézet. A gróf a történelem tudósan, és ennél fogva türelmesen legyen. Bízott az elődök bölcsességében. Őseihez hasonlóan vigyázott a falura, s jó példával járt ellen. Kemény munka, mértékletesség, önfegyelem. Kész a 18. század. Madame Clermont. A levele a szerkesztőhöz, gróf úr. Ez a bekezdés a családról és a hagyományról. Gyönyörű. Ó, hát köszönöm. Fontos a véleménye. Jó napot! Megkérdezhetem, hogy beszélte mostanában az édesanyjával? Miért? Úgy látom, kiadta a pékséget. Nem beszéltünk egymással. Már jó ideje. Nem akartam kotnyereskedni. Nem utáskodjon. Ön előtt nincs titkom. Tetszik a grófnőnek velencében? A grófnő? Jól van, köszönöm. Ja, igen, igen, nagyon élvezi. Velencében. Főbérlője lánya, ő a fiam, Luke. Szia! Ő pedig Anuk. Jöjjenek! Bent felekben! Kóstolja meg! Biztos nem volt egy 2000 éves recettből készült csokoládé. Köszönöm, nem. Luke? Nem. Mi ez?
benne. Mi az első, ami az eszébe jut? Egy művek van. Ó! Nem, itt nincs buta válasz. A paprikás három szívedben. Két csipet csili paprika. Az édes iszem szemben. Melész és kalandos. És te mit látsz? Fogakat. Meg vér. És egy koponyát. Nagyon sok ilyen. A keserű csokoládé a kedvencem. Jó, de majd csak 5 év múlva. Bőjt. Köszönjük. Most rohannunk kell. Nagyon örvendtem. Mi szintén? Gyere, Pántofő! Kanóz támadás! Mennyi ez a csiris bigyula? 4,51 doboz. Tenne rá egy szalagot? Uh-huh. Mintha férjemtől kaptam volna. Hogyne? Josephine Muscat. A saját dallamára kerül. Ez pedig a férjének. Nyers kakaóba, Guatemalából. Felkedi a szenvedélyt. Nyilván nem ismeri a férjemet. Nyilván még sosem próbálta el. Vétettél a hatos. Oh, Luke. Semmiség. Már el is áll. Anya, az új tanár azt kéri, hogy mi javítsuk a hibákat. Nem javítottam ki a hibádat. Csak szóltam, hogy hiba van. Nem ittes, gróf? Nagy bőt van, Madame Rivé. Nem kéne ennie valamit? Na jó, hagyd légy. Parancsol. Drága, nem küldhetek ilyenre. Kitalálom a vezők kedvencét. Ez a magány. Igaz? A cég ajándéka. Nagyon más. És most?
Sajnálom. És mikor hunyt el? A háború. Német Gránát. Annak már 15 éve, úgyhogy azóta már biztosan... Nem, nem abban. 1917. januárjában esett el. Nagyon megrázta Madame Odert. Olyvá tűnik. Szép jó napot! Bár minden bérlőm oly megbízható volna, mint el. Hogy van a grófnő Olaszországban? Talán egy kicsit tovább marad. Nagyszerű. Hölgyeim, látták azt az új boltot oda át? Az édeség volt, igen. Gyalázatos, nem de? Hogy van bőr a két év. Egy édeség boltot nyitni pont nagy bőrt idejön. Orcátlan nőszemé. A szívem szakad meg. Azért a szegény kis fattyúért. Minden jót. You're nothing but a hound dog. Crying all the time. You're nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you are never caught no rabbit. You are no friend of mine. Mi jelenek a liturgiában? Gyengém az amerikai zene, gróf úr. Mióta van nálunk Ari atya? Lassan már 5 hete. Az elődje Michel atya nálunk volt kerek 50 évig. Nos, én majd imádkozom, hogy méltó tudjak lenni ő hozzá. Majd én is imádkozom. Átnéztem a prédikációt, ahogy kérte. Volt egy-két megjegyzésem. Nagyon kedves. Semmiség. És még valami. Ha még nem látta az új édességboltot, akkor vegye csak szemükre. Jó tudni, ki az ellenség. Nem gondolja? Hé, hol a pupi? Ma! Nézd a lábad elé! Öreget! Ez milyen stílus? Kora mexikói bordély? Egy nagy semmit. Ugyan már, ez csak játék. Mit lát? Egy zsémbes rémbanyát, aki fáradt játszani. Ó, már tudom, mi kell önnek. A kislányának nem rossz ez? Micsoda? Hogy ide-oda költözkednek. El van velem. Szerintem jó neki. Új helyeket lát, új embereket is tanít. Az a fahéj már avas. No, az nem fahéj, hanem különleges, mert a csili. Csili a csokoládéba? Kicsit megdobja. Tessék. Olyan, mint... Nem is tudom. Elég! Elég!
iskola, civilizált, nem verjük össze egymást. Egy csúfoltát, fantusztus. Nem érdekel. Didi, dédu befelé. És csönd legyen. Hol van fantusztus? Anyám szerint nincs is a fát. De van, csak nem tudom ki az. Egész éjjel vele voltam. Pucéran úsztunk a folyóban. Hajnalban hazamentem, ágyba bújtam. Anyám benéz és azt mondja, ébredj, álom, szuszi! Nem tudta, hogy el voltam. Biztos vagy nincs benne, fia? Jobb van benne. Adhatnál ilyet a lányomnak. Felolvadna az a fagyos jelleme. Gondok vannak köztetek? Meghiszem azt. Nem hagyja, hogy lássam az unokámat. Elzár tőle. De miért? Anna, miért van ez? Rossz hatással vagyok rá. Mert nem bírom, hogy idomított pudliként bánik vele. Nem viccelek, engedély nélkül nem is pisilhet. Mióta a férje meghalt, annyira... Elképesztő hűhót csap a fiú köré. Bár hagyná futni, lélegezni, hagyná élni, de úgy aggódik, hogy Luke túlerőlteti magát. Pedig nincs nagy veszély. Még biciklizni sem engedi szegényt. Szerinted te hiányzol Luke-nak? Van még abban a basszerűségből? Persze. Mennyi kéne belőle? Hát mennyi van még? A bőrbubi jól lesz. Üti az adut, az orrod előtt. Maga szerint mit kell? Személyesen. Mit parancsol? Itt a neve? Josefa. Attól függ, hogy mit akar tőle. Ezt a boltban hagyta. Jó. Hagyja csak itt. Majd átadom. Nem, majd én odaadom neki. Nem szabad különni. Jössz kárkázni? Tudod, hogy kell? Hát még szép. Ülj le. Josephine. Mit akar? Ezt ott hagyta. Mit akar? Barátkozni. Nincsenek barátaim. És te is tud erről? Mit számít? Kérnék valamit. Kóstolja meg ezt a pompont. Hogy nem túl sok ebben a koantról. Beszél magáról, hogy ön erkölcstelen, és hogy nagyon-nagyon rossz hatással van rám, és egyáltalán nem érdekel, miket mond rólam a férje. Nem Serge, nem ő. A polgármester. Ő beszél magáról. Remek. Gyere el a boltomba.
Nagyon sajnálom, de a gróf megtiltotta. Ma reggel beszélt anyával, és másokkal is. Ahogy gondolod? Pedig jó lenne, de tényleg. Köszönöm, megnézettem. Várjunk! Tehát megsértem a törvényt? Mondja! Bántok én bárkit is? A véleményemet kér? Pontosan miket terjeszt rólam? Az igazat, kisasz. Nos, hogyha azt várja, hogy eltárolgok, köddé válok, akkor nagyon fog csalódni. Hadd világítsam meg ezt kegyednek. Reino első grófja száműzte innét a radikális hugenottákat. Maga és a bombonyjai jóval kisebb gondot jelentenek. Húsvétig bezárja a boltot. Megígérem. A minap nem fizettem ki valamit. Sajnálom. Nem, az ajándék volt. Az emberek beszélnek. És hazudnak rólam. Nem lopok. Nem, én szándékosan... Nem, én... Igen, tudom. Örülök, hogy látom. Bejön egy kis csokoládéra. Ez a magány. Milyen kedves. Köszönöm. Elragadom. Hallom, nem jár templomból. Így van. Így nem bírja sokáig. Az emberek beszélnek. Ugyan, bocsánat. Ez nem az én napom. Ugyan, semmi baj. Itt élően kell viselkedni, másképp nem megy, tudja. Ha nem jársz gyógyni, ha nem ásod fel a virágágyást, ha nem játszod meg, hogy már nem akarsz mást. Csak napi háromszor megetetni az uradat, gyereket szülni neki, takarítani alól a koszt, akkor, hát akkor te őrült vagy. Butának tart, hogy vele vagyok. Nem, de hogy tartom butának. De az vagyok, és gyenge is. Nem szeretem a férjemet, és hazudok. Ez lehetne másképp is az eszém. Nem szerz a világ, ura. De lehet, hogy az. Tényleg így gondolja? Tudom. Akkor biztos igaz is. Tévedtem. Annyira csodás a csokoládéja. Fantuszi, a nagymamáik mesélyét akarja hallani. Jaj. Nem mondd, hogy ma nem. Mindig azt mondod, hogy ma nem. Jól van, jól van. A nagyapád? Georges Rossi. Ifjú patikus volt Olulúban városában. Ez volt Anuk kedvenc meséje, mindig ugyanazokkal a szavakkal. Zsors becsületes volt és sikeres, a bevelé bíztak benne. De Zsors nem volt elégedett. Úgy érezte, hogy élet több, mint csukamajolaj készítés. 1927 tavaszán a gyógyszerészet társasága elindított egy expedíciót Közép-Amerikában. Hogy bizonyos természetes anyagok gyógyhatását vizsgálják. Zsuzs volt az expedíció legjelentősebb ötletese.
de kalandja váratlan fordulatot vett. Egy éjjel megkínálták csillivel ízesített nyers kakaóval. Ugyanezt tudták a régi maják a szent szertartásokról. A maják hite szerint a kakaó felszabadítja a titkos vágyakat. És feltárja a sorsot. És itt történt, hogy George megpillantott a csicáját. George-ot jó katolikusnak nevelték. De ezúttal a románc kedvéért hajlandóba kisé elkérni a keresztény szabályoktól. A törzsvénei óvták a nőkkelemet, az vándorló fajtaknak. Népe az északi szélnek mutatott fogról felre. Ősi orvosságokat készítettek. Sosem állapodtuk meg. Az ilyen nem ideális mennyasszony. George nem hallgatott rájuk. És egy darabig úgy tűnt, hogy Csicával boldogan élhettek Franciaországban. Ám a furfangos északi szélnek más tervek. Egy reggel Zsuzs arra ébredt, hogy Csica és kislányuk Lian elment. Anya és lánya sorsa az volt, hogy faluról falura járjanak ősi kakaós gyógyszereket készítettek. A szélen tisztít. Ahogy Csicca népe tette, nemzedékeken át. És ez örökké így lesz. Jó étvágy. Mi az a fontos, amiért lemondtam a szunyókálásról? Ki van csoki tortám? Nagymama, nagymama, jó napot! Szabad? Szeretnél egy csésze? Nem, köszönöm, csak rajzolok. Egy portrét. Kiért? Hát a tiédet. Elég a fénapta, hogy ő. Van itt neked valami. A múlt születésnapod óta hordom. Egy verses könyv. Ó, köszönöm. Nem kedveled a verseket? Ó, nem, de szeretem. Igen. Én sem szeretem. De ez nem olyan fajta költészet. És egy gyenge pillanatban arra kérted az üzenyát, hogy majd könnyítsen Charlie szenvedésén. Értse meg, egy állatnak nincs halhatatlan lelke. Jól tudom, én látja. De gondolja is, hogy tőle. Gyenge vagyok, és mi van még? Tisztát. Gondolatok? Az a csokoládéboltos nő. Jarosi? Mondta, hogy megyek csak itt az özvegyotelnek. És hát biztos ezért gondolok az özvegyotelre. Az ő korában? Az ő korában? És így? És mit keresett az édességboltban nagy bőtkó? Charlie miatt volt. Charlie miatt. Olyan gondtőzés volt. Igen, de ha Charlie-nak nincs lelke, nem baj, ha megszegi a bőjtet. Nem igaz, hogy jár? 10 üdvözlégy, 20 nyugyek. Sosem tette hát meg millión holtest szellem királynője. Újra látom magam, bőröm sárral és korral rohad, hónom alatt sajamban férget. Tökéletesen pokoli, nem? Tökéletesen. Kérsz egy kis tortát? Nekem nem szabad. Ne aggódj azon annyit, amit nem szabad.
Legközelebb. Köszönöm a kortát. Ne légy olyan elégedett magaddal. Megmentettem. Emlékszik? Az apja kollaborált a németekkel. És senki nem akarta őt. Egyedül én. És így hálálja meg a némber. Érthető a haragot. Harag? Mindenki rajtam fog nevetni. De ne ezzel törődj! Hanem a házasság szentségével. Természetesen a szentség. Igen. Másd bele a csúcsát a fehér csukiból. Így? Jó. És rágd le. Egy kicsit. Ügyes. Tedd a perra meg. Jól csinálod. Rögtön jövök. Jó napot. Felkérthetem az érdeklődését Vénusz bimbóival. Azt beszélik, önbújtatja Madame Muscat. Igaz ez? Szökevének állítja be. Mert meg is szökött. A házassági estő elől, mint Isten szentesít. Zsorvetin! Gyere csak egy kicsit. Hadd nézzem meg önmérzőságot. Ez elég szentséges? Nem ez volt az első alkalom. Igazán sajnálom. Hozzám kellett volna jönnie. A férje mélyen meg fogja bánni ezt. De valaki más fején bánja meg. Ez más. Befelé, gróf úr! Példát tatuálok veled. Befelé! Jó, de... Gyumi, a megbánás szellemében kell. A megbánás szellemében jött? Persze. Szabadosság, bálványimádás, boszorkányság, szorkosság és részegség. Helyes. És mi a halálos bűn három feltétele? Szerzs? Halálos bűn az, amelynek tárgya szándékosan elkövetett következmény. Helytelen, Lidi? Halálos bűn, melynek tárgya súlyos tett, és melyet tiszta tudattal, megfontolt szándékkal követnek el. Helyes. És honnan tudod, hogy a bevon a megfelelő hőmérséklet? Először megnézem, hogy testhőmérsékleti-e. Aztán belemeltem a spatulát, hogy lássam egyenletesen személyen. Helyes. Tövés. Tehát múlt az idő a faluban. És az édességből nem tárt. Thank you.
a nyelvemen, hogy kiim az atya nyelv. Egyedül el lehet létezni, amit tettem a köszönetben. Bűnösnek születtem, bűnös vagyok, mióta anyám meghalt. Te igazságot és lelki életet állítasz, ezért az bölcsességet szívednek. A gróf nem volt ostoba. Remélte, hogy megváltja Szerzst, de tudta, hogy ez nem elég a fali irányításának visszaszerzéséhez. Tudta, hogy jobban meg kellett fizetni őket. Egy nagyobb problémát kell megoldani, és megoldani. De a gróf nem sejtette, hogy a nagyobb gond egy csendes délutánon érkezik. A folyamos nagyobb vizét. Semmi között hozzá. Kínos vagyok neki. Káromkodok. Szemetet olvasok. Azt eszem és iszom, amit szeretek. Legfőbb bűnöm, hogy nem költözöm a mi bolzába. Gyerekkoromban csak hulláznak hívtuk. Az öregek otthona. Túlzban van. Károlin nyilván annak örülne, ha nővérték jegyzetelnék a bélmozgásaimat. Mama, mama, gyere gyorsan! Itt vannak, ide jöttek hozzánk! Nyugalom, ki van itt? A kalózok! Jó napot! Hogy vannak? Van, tudtatok édesszámi? Köszönöm a kapitány! Anuk, ne csináld! Anuk, ne csináld, kérlek! Üdvözlöm! Elnézést! Én kérek elnézést. Mindig nevében. Őszintén. De miért? Mindazért, amivel vádolni akar. Miért tennék ilyet? Hát, mert mi vízipatkányok alja népség vagyunk ám. Szörnyű kórokkal és bűnöző hajlammal. Szörnyen hangzik. És igaz? A városlakók mindig ezt hiszik, nem? Nem így születtem. Sajnálom. Akkor mit akar? Megmenteni minket? Katolikus segédszervezet? Családszövetség? Kommunistát? Milyen eszmét árul? Csokoládét. Hogy csokoládé? Mi az a vízi patkány? Olyan, mint a kaló? Hát, mondhatjuk úgy is. Igen. Nézd a fűcses lábámat. Kitalálom. Ami azt jelenti, igen. Csupán 30 frank darabja. Neved? Párizsban 50-et kapok értük. Akkor menjen oda. Kettőt kérek. Kettőt kérek? Igen, mindenképpen. Talán a napról neki, nem? Gyönyörűek. Írország legyen. Köszönöm. Én köszönöm. Nézze. Figyelmeztetem. Ha belünk barátkozik, ellenségeket szeret. Ez biztos? Garantál. Sajnálom. Mindent sajnálok. De megváltoztam. Belőlem Isten új embert faragott. Kérlek, könyörgök, fogadd el bocsánat kérésemet.
minden másképp lesz. Már most is minden másképp van. De úgy értem, amikor hazajössz. Haza? Kösz a bocsánat kérést, a virágok szépek. Kérlek, ne, Josephine, Isten szemében még házasok vagyunk. Akkor Isten vak. A tanácsnak nincsen jogi alapja, hogy elküldje. A folyópart közterület. A polgármester úr kér szóval. Hogyha szabad, hölgyeim és uraim, ezek az alapok gyökértelen, istentelen népség. A gyarló örömöknek élnek. Beszennyeznék csendes városunk szellemét. Nem kérjük gyermekeink ártatlanságát. A tanácselnöknek igaza van. Nem kényszeríthetjük őket távozásra. Tudathatjuk, hogy nem látjuk szívesen őket. Josephine, azt hiszed papírni hagyhat? Ott van ember! Nézd le, hogy senki vagy! Még a serpenyőt sem tudod használni! Képtelen vagy megfőzni! Egy rohadt ebédet! Már bent van. Itt van. Isten. Beszélni! Kérlek, nyisd ki, beszélnünk kell! Mama! Segíts! Nyisd ki! Csak beszélni, amit kell! Azonnal nyisd ki! Aludja ki magát! Elég vagy, okosnál már! Kelj már fel! Nem is olyan kafejű, mint itt. Olyan volt, mint lecsapni egy legyet. A nehezén túl vagy. Megszoktam, ilyen kemény vagy. De én is. Jó napja! Mennyi időnk van? Egy órát lesz a fodrásznál. Pupi! Pupi! Sajnálom, de ma le kell mondanom. Baj van? Ó, nem, csak megígértem a grófnak, hogy estét szétoztam ezeket. Ide is vagy. Nem, mintha bejönnének ide haját vágatni. A gróf azt mondja, hogy legyünk kemények. Nem bízhatunk meg bennük. A végén még munkát vállalnak élelemért, vagy koldulnak a küszöbön. Itt nem fognak. Jól van, Pupi. Dörzsöd. Törzsöld, erősebben, úgy. Jó napot. Erősebben. Egyenesen a fejed. Szia, Karolin. Egyenül csak engem hibáz. Megrontom kakaóval. Nem szégyelled magad. Boldog, jól van, nézd rá. Anya, én... És mi van veled, anyám? Te jól vagy? Bizonyára véletlenül elfelejtett említem. Miért nem mutatod meg nekik? Félsz, mutass csak meg! Inzulinnek fiúk. Nagyon súlyos cukorbeteg. Egy éven belül megvakulhat. Miért nem nevezel drogosnak? Sokkal szebben hangzik. És maga? Maga meg édességgel tömi. Van rosszabb halál is. Tömje inkább patkány méreggel. Az gyorsabb. Szereti a melodrámát.
Olyan helyen kéne lennie, ahol tudnak vigyázni rá. A hullaházban? Inkább a pokol. Könnyen oda juthatsz. Luke, indulás! Nem akarok, de ő boldog érzik, jól neki. Majd én eldöntöm, mi jó a fiamnak, Madame Muska. Indulás. Hagy még egyet. Az én életem, hadd élvezzem, ami maradt belőle. Armand, miért nem mondtad? Ez most édesség volt, vagy pedig gyóntatott szék? Nem merj számni engem. Na és az üllöcsi bolygottya? Ősi gyógyszer. A kakaófáról. Fura ízű. Az apukád nem kóstolja meg? Nem az apukám, hanem a póni. Tessék, ez jobb, mint a levelek. Nagyon finom. De? Felmutatok magukulnak. Tessék, ez a kedvence. Miben gondolja? Kóstolja meg. Fantasztikus. Kösz. Mindig jól tippelek. Jó, de nem a kedvencem. Hogyan? Jó. Nagyon köszönöm. Meg tudnám javítani. Ha nem reggel, de jó erősen fáj. Kedves úttől, de ragaszkodom hozzá, hogy kifizetem. Én is ragaszkodom. Viszlát, és kösz. Ki nevet minket? Munkát adott az egyik jötmen csavargónak. És az baj? Végül is Krisztus azt mondja... Nézze meg! Holmi mutatványosokat és csepülágókat toporoz egy termékenység ünnepre húsvét vasárnapra. Kacag rajtunk! Mikor tesz már valamit? Az ott is. Pantofon honnan érkezett? Egy kisvárosból, Sydney mellé. És miket? Leveleket, bogarakat, és persze férgeket. És csokoládét? A kenguruk nem esznek csokit. Kóstolta már? Kóstoltad már a csokit? Nem érdekli. Nem érdekli, Mr. Pantofülöt meglesz. Világutazó és mégsem érdeklik az új ízek. Micsoda szégyen. Van itt egy nagyon finom bombon, hogyha mégis kérne. Kár a fáradtságért. Ó, elnézést. Honnan tudja, hogy nem szereti, ha nem kóstolta? Szereted a férget? Tessék? Honnan tudod, ha nem kóstoltad? Finom? Izalatos? Undorító? A sátán ezer állata. Néha a sátán egy szenvedélyes dalénekesre a rádió. Néha vitens regények szerzője. Néha csendes.
testvérfi képében az iskola körül ólától is kérni a gyerekeket, hogy játszhatják ő is. Néha édességeket készít, egyszerű bombonokat, mert ki lehet vétlenek, ártatlan, a csokoládé. Ez miattam van. Nem magam. Anya, hol voltál? Aggódtam. Hé, hozzá beszélek. Anuk, Anuk, mondd, mi a baj? A sátán szolgája vagy? Nem könnyű kilógni a sorból. Miért nem járunk templomba? Járhatunk, ha akarsz. De attól semmi sem lesz könnyebb. Miért nem fekete a cipőd, mint más anyáknak? Szép kis darab ez a mi nemesünk. Nem csoda, hogy a neje elkorszál. Hónapok óta Olaszországban van. Armand, az egész város ellenem van. Mit tegyek? Adj nekem estét. Hogyan? Szerdán leszek 70 éves. Mutassuk meg nekik, hogy még bírjuk a táncni. De egy estét. Nem vagy jó, lásd be. Jól van, jól van, jól van. Na tedd meg a kedvemért, és ígérem. Másnap bevonulok a hullaházba, teszek a világra. De ha én adok estét, senki nem jön el. Nem kell tudniuk, ki adja. Armand, figyelj! Nem, te figyelj! Ez fontos. Most szólok, hogy segítség kell. Meghívó. És segített? Nem aludtam el tőle, de segített. Hogy van az ajtó? Mikorok. És Anuk, jól van már? Jól van, megvan. Jó. És maga? Én estét adok. Oh. Ha lesz, aki eljön. Köszönöm. Ki van meghívva? Sok helyvéli. De csak, miért akar a begyöpösödöttek kezében járni? Ugye nem fél tőlük? Eljön az estére, vagy sem? Nem mehetek. Bolykott van az üldöttség ellen, amit tiszteletben tartok. Hát az baj. Akkor próbára teszem a meggyőződését. Ez meg mi? A kedvencem. A kedvencem? Valóban. Köszönöm. Szívesen. Végem van, de nem a kedvencem. Egyszer beugrom és megcsinálom a nyitvargást. Thank you.
Szép vágyat mindenkinek. A gróf meg tudja. A gróf nincs itt, nem hívtuk meg. Lufian? Biztos más dolgok van. Luke, miért alszol? Nem érzed jól magad? Isten éltesse meg. Ötre szóltam egy hídról. Nem olvastam el jót. Különben tudnád, hogy nem szabad ajándékot hozni. Ne aggódj azon, hogy mit nem szabad. Peti. Megfiatalítottál. Nagyon diplomatikus. Rendőm is van. Az első. Ha így lesz, amit ma eszünk, jöjjenek el a vasárnapi csoki fesztiválra. Ne az én időmben reklámol. Mi a desszert? Ez a másik közrendőm. Kötelességem bejelenteni, hogy itt ma nincs desszert, sajnos. Oh. Nincs desszert? Mert lent lesz a folyónál. Nálam lehet reklamálni. Tenni kell valamit, Szerzs. Tenni kell valamit.
köszönöm. Nagyon. Köszönöm. Hazavok az Istenért, hagyd már! Elrontasz egy tökéletesen dekadens estét. Nem bírom az érzelmes búcsúkat. Oh. Majd én elmosogatok. Ma a karosszékben alszom. Magaddal vinni az otthonodat, akárhová még? Miért nem? Neked biztos nehezebb. Mindig új otthont kell teremtened. Talán ezúttal sikerül. Hogy érted? Talán itt maradok. Mi az? Te sosem akartál tartozni valahová? Túl nagy az ára. Izgatni kezd, mit várnak tőled. Nem. És ez annyira szörnyű, hogy mások várnak tőled valamit. És Anuk, hogy van ezzel? Mivel? A vándorlással. Jól van velem. Remekül kezeli. Könnyen barátkozik. Olyan különleg. Gyűlöli. Ilyen, gyere! Thank you.
Miért állítottál meg? Már túl késő. Istenem, ott van! Mama! Áruska! Jön meg! Csak tudni akartam, hogy... Igen, jól vagyunk. És te? És azért jöttem. Hogy elbúcsúsz, tudod? Mi? A hajód. Az otthonod. Csak amivel ide-oda utaztam. Hogy fogsz így? Megveszek. Hát... Apád régen ezzel biciklizett, minden áldott reggel. Ő is neked adta volna. Csak ígérd meg, hogy többet nem szöksz el, jó? Mama, ha... Mi? Mi a baj, Luke? Bár nem ismerhetjük Armand Boazán utolsó gondolatait, reméljük a bűnbánat jegyében fogadtak. Reméljük Isten bocsánatát kérte, mohóságáért, mely betegségét majd halálát okozta. Álljunk meg, tekintsünk le saját életünkre. Ellenállhatunk azoknak, kik kísértésbe visznek. Áldott ki megveti a kísértést, mikor próbára tét. Ez az életem.
hittél abban, amit nekem mondtál? Hogy jobb lehetek? Most csak vicc volt. Csomagolnom kell. Ha elmész, nekünk minden úgy lesz, ahogy régen volt. Most is úgy van, ahogy volt. Nekem nem. Tudom, mit érez. Parancsol. Bizonyára nem könnyű így, hogy ő elment. Nem tudom megszokni, bárhogy múlik az időt. De még várom, hogy visszatérjen. Nem hiszem, hogy bárki kevesebbre tartaná. Ha beismerné, hogy soha nem jön vissza. Jó ég, Paul. Szabad. Gróf úr. Semmi baj. Bocsánat, hogy zavarom. Méltóságos uram. Helyesen cselekedtem, igaz? Persze, hogy helyesen. Tudom, igen. Ez az egész Josephine-nel. Serge. És ez a... Miről zagyvársz? A tűzről, gróf úr. Tudom, hogy jól tettem, de... Üldöznek azok az arcok és a sikolyok. A tűz... A tűz Isten ujja volt. De az én voltam, gróf úr. Tessék? Ön mondta. Emlékszik? Azt mondta, tenni kell valamit, Serge. Ezt mondta, nem igaz? Meghalhattak volna. A vérük tapadjon a kezedhez. Az én kezemhez. Menjek el Henri atyához feloldozást kérni. Hallgass ide, Serge. Nagyon jól figyelj. Azonnal el kell tűnnöd a faluból. Ne gyere vissza. Miért hagynám itt az otthonom, a kocsmán? Kilapoltatlak azért! Amit tettél, azon senki nem segíthet. Senki, még én sem. Tűnj el! Ha csak nem akarod elmondani a rendőrségnek, mit tettél? Tűnj el! Tűnj már el! Hagyd abban, beszélek. Utálnak. Szíved jó, mondom, hogy vedd fel. Au! Akkor vedd fel te! Nem tudom! Kezd fel! Fáj a lába, mint pantofülnek! Elég, kezd fel! Pantoful nem tud járni, és én sem gyerünk. Tudom! Gyerünk, mozog! Kezd fel! Hagyd abban! Jó.
még finomra vágtam. Jó lesz így ilyen. Krisztus feltámad. Számunkra is legyen a húsvét az újjászületés napja. Törekedjünk! Nem nyomja el az újjászületést. Hadd zengje, legyen húsvét az újjászületés napja. Tudja, magasztaljuk a híveinket, hogy újjáéledjen az erkölcsi tudatot. Na, jól van, miért? Eleget gyakoroltuk, legyen már elég. Tessék? Fáradt vagyok. Jó, hagyja itt, majd én még kiegészítem. Köszönöm, de... Csak néhány javaslat, egy-két észlevétel itt-ott. Tökéletesnek kell lennie holnapra, igaz? Igen. Ellen kell állnunk a sekélyes edivári kísértéseknek. Nem, le kell mondanunk. Halandó testünk sekélyes kísértéséről. Arolin. Minden erőfeszítésen hiába való. Önkényszerű. Rüccöztem. Hetek óta alig eszem. Sajnálom. A szenvedésem semmi nincs. Olyan elrösszerű vagyok. Nem tudom, mit tegyek. Mondd meg, mit csináljak. Igye meg. Igye meg. Fel fogsz is jól. Igyélek. Rajta, igyon. Úgy sajnálom. Nem mondom el senkinek. Tegye rendbe magát.
húsvét vasárnapra. Prédikált jó. Nem fejeztem be. Majd megoldom. Nem tudom, hogy mi is legyen a mai szónoklatom tárgya. A csodáról akarok beszélni, Urunk isteni átváltozásának csodájáról. Nem az ő isteni nagyságáról akarok beszélni, hanem emberi természetéről. Vagyis, hogy mit épp élt ő ezen a földön? A kedvességéről, türelméről. Elmondom, mit gondolok. Szerintem nem lehet jóságunk mércéje az, amit nem teszünk meg. Amit megtagadunk. Amit elutasítunk, akit kirekesztünk. A mércénk, amit kedvünkre vennünk, amit teremtünk, és akit befogadunk. Bizonyára nem ez volt Henri atya leghevesebb prédikációja. Sem a legékes szólók. De a híveket új érzés járt átadva. A lelki megkönnyebbülés. Felszabadultság a régi nyugalom alatt. És furcsán megkönnyebbült. Bár még fél év kellett hozzá, hogy összeszedje magát, és elhívja vacsorázni Károlyát. Ami Zsózefét illeti, ő átvette a régi kávézót, és új nevet adott neki. De a furfangos északi szél csak nem nyughatott. Messzi városokról mesélt Viannak. Segítségre szoruló barátokról. Csatákról, melyeket még meg kell vívni. Valaki másnak. Máskor. Hogy az északi szél kimerült, és ment a dolgára. És mikor a nyár beköszöntött a kis faluba, új, finom, langyos hovallat jött délről. Kicsit állítani kell. Remélem, így jobb lesz. Anyám tudta, hogy Ró nem akart, miért tért vissza. Én is tudtam. És pantofon. Csodák csodája, a lába meggyógyult, és elugrált új kalandok felé. Nem hiányzott. Thank you.
Hegyi Anna, Pásztor Erzsi, Laskó Péter, Kismari, Tóth András, Fekete Zoltán, Csikó Dorina, Starenki Pál, Velencei István, Román Judit, Csere Ágnes, Baragó András, Tukovszki Tamás, Rácz Katrin, Benkő Márta, Bennes Emmi, Lének Gábor. Magyar szöveg Speyer Dávid, hangmérnök Gyepes Károly, Vágó Katon Ági, gyártásvezető Német Tamás, szinkronrendező Király Bíró Sarolta. A szinkron a UIT Duna több megbízásából a Balogi stúdióban készült. Hozzámazza a UIT Duna Mike Roberts előttére.